Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. Az idei esztendőt az építkezések évének nevezted még az elmúlt év őszén. Ha építkezés, akkor beszéljünk az öntözés fejlesztésről, az öntözés felépítéséről Magyarországon. Nagyon aszályos volt a tél, a tavasz, aztán jött egy rettenetes, esős, hűvös májusi időjárás, és a június megint ráköszöntött egy borzasztó nagy meleggel. Tehát az öntözés fejlesztése megkerülhetetlen ma Magyarországon. Hogyan álltok ezzel? Teljesen egyetértek. Az öntözés megkerülhetetlen. Eredményes mezőgazdasági tevékenységet folytatni öntözés nélkül egyre inkább ki kell mondanunk, és szembesülnünk kell vele, hogy nem lehetséges. Főleg, ha versenyképesen akarunk termelni, akkor pedig egyenesen szükséges. És az látszik, hogy minden sokkal szélsőségesebbé válik, hiszen egész télen, egész tavaszon gyakorlatilag 40%-kal kevesebb csapadék volt, mint ami hosszú-hosszú évek átlagában kellett volna, hogy legyen. Majd aztán özönvízszerűen megérkezett az eső, egy bizonyos részét pótolta is a csapadéknak, de már látjuk, hogy néhány nap eszméletlen kánikula és intenzív napsugárzás után már is csak a múltról beszéltünk, hogy elegendő csapadék van a talajban. Ezért nagyon sok részletkérdésben kell döntenünk és haladnunk előre. Az első ilyen dolog ugye, hogy mindenképpen föl kell állítanunk azt a Nemzeti Öntözési Központot, amelyet július 1-ével meg is fogunk tudni tenni, amely az újjászerveződő Nemzeti Földalap keretében fog tudni működni, hiszen ott állnak rendelkezésre azok az adatok, amelyek a csatornák nyomvonalát őrzik, amelyek segítenek abban a munkában, hogy hogyan tudunk a föld széléig vizet vinni a gazdáknak. Tehát ez az első ilyen lépés. Döntött a kormány arról, hogy évi 17 milliárd forintot fordít arra, hogy ezeket az infrastrukturális beruházásokat el tudjuk végezni 10 éven keresztül. Tehát összességében 170 milliárd forintunk lesz arra, hogy ezeket a csatornákat alkalmassá tegyük arra, hogy abba újra víz legyen, hogy ez a víz átjárható legyen, hogy ez a víz felhasználható legyen. Mi dolgozunk azon, hogy az öntözési központban, aki öntözni szeretne, a sokkal egyszerűbben juthasson ehhez a lehetőséghez. Tehát egy egyablakos ügyintézést tervezünk, hogy a gazda bejelenti azt a helyrajzi számot, ahol ő öntözni kíván, és az összes többi engedélyt, papírt mi megszerezzük hozzá, és aztán a kezébe visszaadjuk. Nyilván olcsóbban és egészen rövid határidőn belül, hiszen ez ma már egy 21. századi ügyintézés ezt követeli meg, és hogyha mi valóban a gazdákat támogatni akarjuk, akkor ilyen intézkedéseket kell hozni számunkra. Gondolkodunk azon, hogy mit tehetnek a gazdák ahhoz, hogy a termelésük biztonságosabb legyen. Nem megkerülhetők azok az agrotechnikai eljárások. Nem megkerülhetők azok az új lehetőségek, amelyekkel élnünk kell. Mert nem csak az a kérdés, hogy hogyan juttatunk vizet a talajba, hanem az is kérdés, hogy hogyan őrizzük meg a talajban ezt a vizet. És ezt nyilván meg lehet talajművelési eszközökkel, meg lehet különböző olyan módszerekkel, amelyek akár 60%-kal is tovább tudják a talajba tartani a vizet. Megvan ennek a különböző módja, hogy hogyan kell. Ezek azok az agrotechnikai eljárások. Ehhez képzések, tanfolyamok, ismeretek szükséges a gazdáknak, erre is készen állunk, hogy megfelelő szaktanácsadás rendelkezésre álljon. És bizony, arról is gondolkodnunk kell, hogy olyan vetőmagokat, olyan fajtákat, hibrideket kell nemesítenünk és a gazdák rendelkezésre bocsátanunk, amelyek ilyen szélsőséges és ilyen klimatikus körülmények között is eredményes termelési paramétereket tudnak lehetővé tenni. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor találkoztam egy olyan kifejezéssel, amit még nem hallottam idáig, ez pedig a zöld szüret. Mi is ez? Azzal szembesültünk, hogy az idei esztendőben is kiváló szőlőtermés várható, és tavaly is az volt. És a pincékben eladatlan borkészletek vannak. És ez bizony komoly feszültséget, komoly nehézséget szül a borágazatban. Erre nekünk megoldást kell találni. Megoldás az, hogyan tudjuk kivonni a termék fölösleget a piacról, hogyan tudjuk a piaci nyomást csökkenteni.
És az két ilyen lehetőséget találtunk erre. Az egyik, ez az a bizonyos új fogalom, ami Magyarországon most először következik be, a zöld szüretnek az igénye. Június 11-éig lehetett a gazdáknak bejelentkezni erre, mint egy 5623 hektár érintett területtel jelentkeztek be a gazdák. Itt a legnagyobb mennyiségben ugye a Bianca szőlő volt az, amely érintve van, aztán a furmint és a kékfrankos. Tehát ez a három szőlő kategória volt a legnagyobb mennyiségben. És az a feladat, hogy gyakorlatilag aki bejelentkezett, az június 24-e és július 10-e között le kell szüretelje a szőlőt. Így még éretlen állapot van. Azaz, hogy ne kelljen a pincékbe ezeknek a szőlőknek már bekerülnie. Tehát terméscsökkentést, terméskorlátozást tudunk előidézni. És gyakorlatilag a szabályok szerint november 15-éig fizetjük ki a gazdáknak azt a pénzbeli támogatást, amit akik az zöld szüretet vállalták, akiknek értékesítési nehézségeik voltak, akiknek nincs meg a megfelelő piaci háttere, hogy el tudják adni a szőlőjüket, akkor azokat így kompenzáljuk, így kártérítjük. A kormányzat most elindít a közeli napokban egy szociális falu programot. Mit takar ez? Ez gyakorlatilag földprogramot takar. Egy mezőgazdasági közmunka és szociális földprogram, ha összességében akarom tekinteni. Ez azt jelenti, hogy meghirdetünk önkormányzatok, települési önkormányzatok számára egy olyan lehetőséget, hogy pályázhatnak a területükön lévő állami földek igénybevételére, kifejezetten szociális földprogram céljára. Ezt nagyon támogatjuk, mintegy 1400 hektár ilyen területünk van, egy alapos felmérés előzte meg ezt a pályázati kiírást, és szeretnénk az önkormányzatok számára ezt teljesen ingyenesen, 5 éves használatra odaadni. És az az előnye van még, hogy az 5 év során minden európai uniós és nemzeti támogatást is e földterületek iránt az önkormányzatok fölvehetnek. Ez az egyik része. A másik az az, hogy ebbe a programban résztvevő közmunkások értelmes munkát, értelmes feladatot tudnak végezni. A kezük munkája nyomán az önkormányzat intézményrendszere friss élelmiszerekhez, gyümölcsökhez tud, nyersanyagokhoz, alapanyagokhoz tud jutni, amely természetesen megkönnyíti, elősegíti az ott folyó ellátásnak a lehetőségeit. Ráadásul friss, egészséges, ellenőrzött körülmények között termelt élelmiszerről beszéltünk. És van egy nagyon fontos másik előnye még, amiről keveset szoktunk beszélni, de muszáj beszélni róla. Hogy akik a programban részt vesznek, ismeretet sajátítanak el, megtanulják használni a földet, megtanulnak vele együtt élni, hogyha amikor hazamegy a saját megműveletlen kertjére is kedvet kap, hogy megcsinálja, mert azt látja, hogy az elültetett hagyma vagy a krumpliból, ott abból bizony egy olyan lehetőség van, amelyből az ő élete, az önfenntartása is olcsóbb lehet. És akkor az a falu adta lehetőség, hogy olcsóbban megélhetés, olcsóbb az élet, egy vidéki településen azért nagyon fontos hozzáadott értéket tud hordozni magában. Miniszter úr, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Mezőköves mellett a Gold Farm Kft. Területén tartotta legutóbbi őszi búza és őszi káposzta repce bemutatóját az IKR Agrár Kft., ahol a búzafajtákat tekintve 14 nemesítőház, mintegy 50 fajtájának a teljesítményét szemlélhették meg a résztvevők. A nemesítési munka intenzitását jelzi, hogy ebből 23 új fajta, amelyek most abból is vizsgázhattak, hogyan vészelték át az őszi és tavaszi aszályos időszakokat. Később indult az egész szezon, és nagyon lassan fejlődtek a fajták, és egyszerűen meglepetés volt az, hogy az első esők után milyen szépen utána életre kaptak, és elindult az igazi vegetáció és a generatív szakasz. Úgyhogy én most egészen bizakodó vagyok, és a kísérletek állapotából ítélve is azt gondolom, hogy nem lesz ez egy olyan nagyon rossz év, egy jó közepes termésre számítok.
Hogy látod, hogy mennyire tudtak regenerálódni ezek a búzafajták, amik itt szerepelnek a fajta sorban, itt a májusi eső jótékony hatása révén? Hát azért azt gondolom, hogy a körülményekhez képest viszonylag elfogadható képet ad ez a búzatábla, meg hasonlóan többi üzemi területünk is. A kalászban a szemek kifejlődéséhez mindenképpen pozitívan járul hozzá ez a csapadék. Megkapta a kötelező védekezéseket, tehát két gombaölőszeres kezelés mellé párosult rovarok elleni védekezés, meg vetésfehérítő bogár lábájából is volt a területen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért kellett ez a csapadék. Mi szeretjük az, hogyha az átlagosnál egy kicsivel több csapadék esik. De ezek a földek elbírják, amik itt a mi területünkön vannak. Idáig Magyarország el volt könyvelve igazi, jó, minőségi búza termesztő országnak. Hát ez a mai napra megváltozott, és nagyon sokan inkább a mennyiségre törekszenek. Én azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van. Szükség van a nagy termésre, és szükség van javító minőségű búzákra. És ebből aztán a malomipar már tud egy megfelelő minőségű lisztet előállítani. És hála Isten, mind a kettőből van elég, tehát gazdag a választék. Most már azt kell, hogy mondjuk, hogy a gazdagság zavarával küzdünk, hiszen nem könnyű eligazodni a rengeteg fajta sok-sok tulajdonságából. Úgyhogy nagy szükség van arra, hogy ezeket a bemutatókat évről évre megtartsuk, hogy legalább a legfontosabb értékmérőkkel tájékoztatni tudjuk a termelőket, hogy mire figyeljenek oda, amikor a saját területükre búzafajtát választanak. Milyen szempont alapján döntöd el, hogy mit vetsz? A termés mennyisége a fontos nálatok, vagy a minőség? Nálunk egyelőre mind a kettő fontos, tehát azért bizonytalan a piac. Elmúlt 4-5 évet nézem, nem lehet megmondani, hogy a következő évben mik áll majd a piacnak. Tehát azt lehet mondani, 2018-ban egy viszonylag elfogadható, jónak is mondható 6,7 tonnás búzatermésünk volt, és étkezési célra tudtuk értékesíteni. És én azt gondolom, hogy egy egész jó áron a korábbi évekhez képest továbbra is erre törekszünk, hogy egy jó minőségű, piacos, könnyen értékesíthető búzát tudjunk termeszteni. A búzafajták mellett az őszi káposzta repcefajták is megsínylették az aszályos időszakokat. Bizony, itt ez a májusi eső szó szerint aranyat ért, mivel ez nagyon szépen helyre hozta a repcéket. Ezeket, amiket itt látunk, ikeres fajtasort, ezek is nagyon szépen néznek ki, gyönyörűen néznek ki. Bár meg kell jegyezzem, hogy nem mindenhol az országban ugyanilyen üdítő a kép, de azért ezek az esők nagyon sokat segítettek. Illetve hát kellett hozzá egy olyan technológia is, amit például itt is alkalmaztak, ahhoz, hogy ezt az egész hosszú száraz periódus túlélje a repce, és utána újra tudjon kezdeni és újrainduljon. Hogyha itt az országos helyzetet nézzük, akkor milyen repcetermés várható? Lehet már erről beszélni? Hát nagyon hektikus és nagyon heterogén az országban a repce. Vannak nagyon szép táblák, de vannak nagyon-nagyon gyenge táblák is. Nem bocsátkoznék még most előre termésbecslésbe, mert nagyon nehéz megítélni. Úgy gondolom, hogy a maximum egy ilyen közepesnél kicsit jobb termés várható, de ehhez még egy picit vágyunk, hogy korrektül tudjunk nyilatkozni. Érdekes volt, hogy itt ezen a rendezvényen nem is a takarmányról volt szó, nem az volt a főszerepben, hanem az élelmiszerek. Ennek a partner találkozónak ez volt most a szlogenje, ha lehet ilyet mondani, az egészséges élelmiszer. Ez fontos. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy takarmányos cégnek is, hogy egy egészséges élelmiszer kerüljön az emberek asztalára. Nyilván ez ott kezdődik, ahol az állatot fölnevelik. Itt a takarmányozásnak is megvan ebbe a szerepe, de egy csomó mindennek, és mi úgy gondoljuk, hogy nekünk ezt szintén föl kell karolni. Fontos arra fókuszálni, hogy a takarmányokon keresztül lehetőségünk van arra, és egyre több lehetőségünk van arra, hogy befolyásoljuk a
az élelmiszereknek a beltartalmát, az összetételét és az egészségre történő előrejelezhető hatását. Gondolok itt konkrétunként néhány olyan fejlesztésre, amelyet a Vitafort is a kutatásfejlesztési tevékenységeiben napi szinten elvégez, és dolgozik ezeken a projekteken. Ilyen például a nagy tejtermelésű, tejölő szarvasmarhák takarmányozásában alkalmazott olyan kiegészítőkről, mint például a feltárt lenmagdara, extrudált lenmagdara, amelynek a többszörösen telítetlen zsírsav tartalma más, mint a hagyományos takarmánynak. Ezen keresztül a tejnek a tej-zsír összetétele javítható, megváltoztatható pozitív irányba. Ugye nagyon fontos kérdés az omega 6 és az omega 3 zsírsav aránya az élelmiszereinkben. De ugyanez igaz a húskészítményekre is, a tojáskészítményekre is. Tehát nagyon széles paletta áll rendelkezésünkre olyan tekintetben, hogy ezeket a hatásokat a takarmányozáson keresztül befolyásolni tudjuk. Milyen a piaci részesedésetek, hogyha itt a magyarországi takarmányforgalmazást, gyártást nézzük? Hát közel 30%-os piaci részesedésünk van, szarvasmarra vonatkozásában egy olyan 37%-os piaci megjelenésünk van, a sertésben közel 30%-on vagyunk, és a baromfiba is egyre inkább föltörekők vagyunk, meg hát vannak speciális kuriózumnak számító termékeink, amikben szintén jelen vagyunk a piacon. Az utóbbi évben nagyon szépen ível fölfelé a forgalmatok. Mi az, aminek köszönhető ez? Mitől vagytok ti jók? A ti általatok előállított takarmányok? Hát egyrészt az innováció, a háttér, nyilván ez megalapozza azt, hogy szakmailag is paraméterein is olyan takarmányokat, olyan programokat tudunk kialakítani, amivel jobb eredményeket tudnak elérni a partnereink, ez az egyik. A másik pedig olyan szolgáltatások és olyan szolgáltatási programokat indítunk, amik segítik ezt a termelést. Tehát a partnereknek próbálunk segíteni a mindennapi dolgaikba is, nem csak a takarmányozás területén. És úgy gondolom, ez a három dolog visz előre minket így ebbe az ütembe. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági Magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. Gabonát vagy olajos magvat értékesítene? Terményét a termőföldről közvetlenül a világpiacra juttatjuk. Már több mint 20 éve Magyarországon. Glencore. Tarlóhántástól az akár 40 cm mély alapművelésig egyetlen munkagéppel. Opus és Top Down nehéz szántóföldi kultivátorok a Védelstab kínálatából. Króna technológia. Hatékonyság a minőségi takarmánykészítésben. Nehézség nélkül önnek is. Tízesen terménnyel az új John Deere kombájnért. Terményét gépkocsira rakva az ön telephelyéről elszállítjuk. Részletekért keresse Kite gépértékesítőnket. A Kunesz Pro egy nagy teljesítményre képes, könnyen karbantartható mulcsvetőgép, mely segíti a még sikeresebb és gazdaságosabb növénytermesztés megvalósítását. Hatalmas készletkisiprő New Holland TD5 és T5 erőgép kedvezmények az Agrotechnél. Részletekért érdeklődjön területi gépértékesítőinknél. Készítsen egészséges, vitaminokban gazdag befőtteket, ivóleveket, lekvárokat a nagymúltú, prémium minőségű Weninger befőző automatákkal, teljes mértékben tartósítószer és adalékanyagmentesen, akár cukor nélkül is. Mi annyira bízunk termékeinkben, hogy a családnevünket adjuk hozzá. Négy év alatt teljesen lecseréltétek a korábban használt fajtát a Dumbret fajtára. Ezek szerint akkor jó döntés volt ez? Teljes mértékben. A mutatóink azok nagyon nagy mértékben javultak. Konkrétan az élő szaporulatunk, illetve a választott malacunk az több mint két malacsal jobb, mint a korábbi genetikánál. Emellett, ami a legfontosabb a gazdaságosság szempontjából, az a takarmány hasznosító képesség, abban óriási javulás van. 0,3 kilóval kevesebb takarmányból képes előállítani 1 kiló szénhúst. Mit tud ez a Dumbret fajta? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Most is a világ legszaporább sertés genetikájának, fajtájának tartják.
A mostani mutatóink azok 18 élő malac feletti eredményekkel rendelkezünk, emellett a választott malacunk is a 15-ös átlag közelében van. Ez összességében azt eredményezi, hogy 34-35 választott malacsal rendelkezünk per koca per év. A színhúz százaléka is egyedülálló. A Dániában, illetve Magyarországon vágott Dambrednek az átlag színhúz százaléka az 60,7%, ami azt gondolom, hogy a genetikák közül az egyik legjobb, hanem a legjobb. Mik azok a tenyésztési irányvonalak, amik várhatók itt az elkövetkezendő időben? Rendszerint 3 évente módosítjuk a tenyésztési célokat. Utoljára a tavalyi évben tettük ezt meg. A legnagyobb hangsúlyt továbbra is a napi test tömeggyarapodásra és a takarmány hasznosításra helyezzük, hiszen ez nyújtja a legnagyobb hasznot a gazdálkodók számára. Attól függetlenül, hogy 30 kiló súlyig nevelik-e a malacokat, vagy egészen a vágásig végzik a termelést. Összességében az áll a középpontban, hogy 1 kg húst a lehető leggazdaságosabban, vagyis a legolcsóbban állíthassanak elő a gazdálkodók. Hogyan haladtok a sertés integrációval? Jelenleg több mint 7000 koca van az integrációban, emellett körülbelül 450 000 hízót hízelünk az integrációnk segítségével. Összességében jól halad a program. Hogyha a sertésárakat nézzük, itt az utóbbi időben alaposan megemelkedtek az országban, illetve hát Európában is. Ez milyen jövőt jósol az ágazatnak? Maga az árváltozásnak az elsődleges oka az Kína. Ugye az össz sertés termelésnek az 50%-a az Kínában folyt napjainkig. Ami megváltozott, hogy a korábban 500 millió sertést állítottak elő évente, viszont az afrikai sertéspest is olyan pusztítást végez, ami miatt ez a létszám ez lecsökkent 350 millióra. Azt gondolom, hogy nem lesz könnyű egyik napról a másikra visszaállítani ezt a darabszámot sem Kínában, sem a világ összes többi részéről pótolni, úgyhogy mi arra számítunk, hogy 2-3 évig biztosan, ha nem is ez a nagyon magas ár, ami most van, de lényegesen magasabb ára lesz a sertésnek, mint korábban volt. A Bonafarm most már szinte teljes egészében a Dambred fajtával dolgozik ma Magyarországon. Mennyire van megelégedve a Bonafarm munkájával, azzal a tenyésztéssel, amit ők végeznek? Úgy gondolom, hogy az évek során, mióta a Bonafarm és a Dambred szoros partner kapcsolatban áll, a Bonafarm remek munkát végzett itt Magyarországon. A Dambred genetikát feltették a térképre Magyarországon, melynek köszönhetően úgy vált ismerté, mint egy magas termelékenységet biztosító genetika, amely elérhető a gazdálkodók számára. Úgy gondolom, a Bonafarm munkája azt mutatja, hogy a Dambred genetika alkalmazása számos előnnyel járhat. A Bonafarm 2500 kocás tenyésztési rendszerével számos süldőt állítottunk elő, és értékesítettünk a magyar piacon, illetve esetenként a román és más külföldi piacokon is. Emellett egy jól működő és professzionális kamtelepet is sikerült létrehozniuk. Nagyon örülünk annak, és a látogatásaink alkalmával mindig meggyőződünk arról, hogy a szaporítóanyag és a tenyészsüldő, amelyet a partnerek számára állítanak elő, magas minőségű. Különösen a mostani időszakban, amikor az ASP veszélyt jelent, nagyon fontos a magas színvonal. Éppen ezért a Dambred nagyon örül annak az együttműködésnek, amit a Bonafarmmal alakított ki. Úgy látjuk, hogy ez nem csupán egy partnerkapcsolat, hanem egyben egy baráti viszony is. Enikő, már több éve beszélgetünk ezen a padon itt Hódmezővásárhelyen, és hát csak azt veszem észre, hogy megint eltelt egy esztendő, és már a második napján vagyunk a kiállításnak. Milyennek látod az ideit? Hát én azt gondolom, hogy ez a kiállítás, ez professzionális, ezt most már elmondhatjuk. Talán erről tavaly is beszélgettünk, hogy azért az állattenyésztési kiállítás csúcsa ez a Hódmezővásárhelyi összejövetel. Az állatállomány gyönyörű. Én ugye azt is mondhatom, hogy nem tudom gazda szemmel nézni, mert sose voltam az, de újságíró szemmel azért azt is látni, hogy minden évben minden apró részletre odafigyelnek, egyre nagyobb gondossággal válogatják, készítik fel az állatokat. Beszélgettem itt egy pár emberrel, és iszonyú munka van ebbe. Tehát például elmondták, hogy hát most csak azért hoztam egy állatot, mert nem volt több idő
időm felkészíteni. És akkor rákérdeztem, hogy miért, hát ez annyira sok idő, és hát elmondják bizony, hogy ez rengeteg idő, energia, de nagyon szívesen csinálják, és olyan büszkék arra, hogy eljöhetnek ide. Tavaly beszélgettünk arról, hogy neked az egyik kedvenc állatfajtád a húsmarha. Most is rengeteget hoztak ebből, úgyhogy lubickolunk ezeknek a látványában. Igen, igen, hál' Istennek egyre több van, én nagyon kedvelem, és azt gondolom, hogy ez valahogy most már kezdi virágkorát is élni itt Magyarországon, úgyhogy nyilván egyre nagyobb gondossággal tenyésztik ezeket az állatokat, hát látványokban meg gyönyörűek. Talán a húsmarha fejlődésével a gasztronómiai kultúránk is kezd egy kicsit jobban fejlődni, hiszen a marha hús az most már hétköznapibb lett az asztalunkon, mint eddig volt, hiszen nagyon jó magyar feldolgozóktól is lehet nagyon jó minőségű marha húsokat kapni. Itt vagyunk még most Hódmezővásárhelyen, de ősszel több kiállítás is lesz az országban, ami országos jelentőségűnek számít, ugye lesz az Omék, és lesz bábolnai gazdanapok is, amit ti felügyeltek a sajtóban. A bábolnai gazdanapok, mint rendezvény, most ugyanúgy Omék társrendezvény lesz, mint itt Hódmezővásárhely. A tematikájában a szántóföldi gépek és a hozzá kapcsolódó egyéb tematikák kerülnek bemutatásra. Ugye Bábolna mindig a mozgó szántóföldi gép bemutatójáról volt híres. Természetesen ez idén is központi kérdés lesz és fókuszba kerül. Egy-két hónappal ezelőtt megújítottátok a Magyar Mezőgazdaság lapotokat. Gratulálok hozzá. Köszönjük szépen. Régi vágyunk volt ez. Nagyon régóta dédelgettük azt, hogy a Magyar Mezőgazdaság című heti lapunk is felzárkozzon ahhoz a trendhez, hogy megújítsuk a papírminőséget, a grafikai elemeket is újra gomboljuk, de ez egy nagyon nehéz döntés. Azt tudni kell, hogy azért az agrártársadalom az elég konzervatív. Nagyon-nagyon óvatosan kell ezekhez a dolgokhoz hozzányúlni. Talán sikerült, azt gondolom, jól hozzányúlnunk, és több pozitív visszajelzést kapunk, mint inkább olyan megnyilvánulást, hogy miért nyúltatok hozzá. Úgyhogy ez örömmel tölt el bennünket. Kétségtelen, hogy azért volt nehéz döntés, és azért várattunk ennyire sokáig magára, mert ez egy nagyon komoly gazdasági döntés is, és hát ki kell tudni gazdálkodni. De szerintem is nagyon jót tett a lapnak, egy kicsit fiatalosabb is lett a lap, ettől könnyebben olvasható, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy sikerült a közönséget, az olvasó közönségünket ezzel kiszolgálni. Ebben biztos vagyok, sok sikert hozzá. Köszönjük szépen. Jó egészséget, és hogyha előbb nem, akkor jövőre itt találkozunk ismét a padon. Reméljük, a pad megmarad, mi megmaradunk, és akkor jövőre ugyanígy beszélgetünk. Az alföldi állattenyésztési napokon megszokhattuk már, hogy a Bonafam bárbonna takarmány az mindig valami újdonsággal rukkol ki. Egy valamiről keveset beszélünk, mégpedig a takarmány vizsgálatokról. Most tegyük ezt meg. Ti ezt nagyon magas szinten képviselitek. Igen, a 70-es években építették ezt a laboratóriumot, ahol mi most működünk. Annak idején ez egy MEO laborként jött létre. 1996-tól akkreditált státuszt kapott a laboratórium, és azóta folyamatosan akkreditáltatjuk. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellenőriz bennünket, és megkapjuk ezt az akkreditált státuszt. A cégünk rendkívül elkötelezett a termékei minőségei iránt, ez azt jelenti, hogy az alapanyagtól egészen a késztermékig vizsgáljuk a termékeket. A laboratórium főként a mezőgazdaság területén végez vizsgálatokat, bár már kiterjesztettük a vizsgálatokat az élelmiszerek felé, és a vizsgálatok körét növelni is fogjuk ezen az élelmiszer mátrixon. Három részlegünk van, ezen a három részlegen zajlanak a vizsgálatok. Van egy műszeres analitikai részlegünk, itt főként kromatográfiás vizsgálatokat végzünk, van egy klasszikus analitikai részlegünk, ezen végezzük a tápérték vizsgálatokat, és van egy mikrobiológiai részlegünk, ahol pedig a takarmányok, takarmány alapanyagok hagyományos, illetve molekuláris biológiai vizsgálatait végezzük el. Nem tudom, tudod-e, hogy nálunk GMO vizsgálatokat is végzünk a laboratóriumunkban.
szerencsére elég kevés GMO-s alapanyaggal találkozunk, főként szójákat nézünk, illetve szójadarát, szójatermékeket, de előfordul, hogy kukoricával is foglalkozunk. Szerencsére a hazai kukoricában még nem találkoztunk génmódosított szervezettel. Csak a saját termékeiteket vizsgáljátok, vagy vállaltok föl más cégek termékeit is? Ugyanez egy belsős laboratóriumként jött létre régebben, de ma már szolgáltató laboratóriumként is működünk, és próbáljuk ezzel a magas színvonalú műszerezettséggel, ami a laboratóriumra jellemző, kiszolgálni a külsős partnereinket. A Bonafarm bábolna takarmánynak van egy kevésbé ismert ágazata, ez pedig a kutya és macska eledel gyártást. Tulajdonképpen mi van ezekben a kutya és macska eledelekben? Mi az összetevőjük? Hogyan állítjátok össze ezeket? Ugye termékreceptúrák szerint ez termékkategóriánként eltérő. Három típusú tápot gyártunk, az első kategória, hogy ez az első áras, az főként gabona alapú receptúrázáson működik. A prémium tápjainknak a nagy része, tehát 85%-a állati fehérjéből bevitt fehérje. Mert ugye valljuk azt, hogy a kutya és a macska is húsevő állat, és annak ellenére, hogy míg vannak rostok, mint a rizsliszt, az alma, a cukorrépa, pép, ami megfelelő egy ilyen korosztálynak, ugye ezeket tartalmazzák a prémium tápjaink, de például elhagyjuk ugye azokat az elemeket, ami csak balasztanyagként van a tápban. A termékfejlesztéseink alapját képezte az, hogy nagyon fontos volt számunkra, hogy a hazai és a nemzetközi trendek folyamatos figyelembevétele mellett mi figyeljünk arra, hogy csak hazai alapanyagot használjunk fel, és ezt fémjelezzük is a termékeinken, és ezért büszkeséggel mondhatjuk el, hogy a termékeink hazai védjegyesek. Ezek a kutya és macska eledelek, amiket ti gyártotok, ezek minden állatnak adhatók, minden kutyának és macskának? Természetesen csak meg kell nézni az életkort és azt, hogy milyen energiaszükségletre van szüksége, és az alapján tudunk ajánlani tápokat. Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is, az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne feledjék, a Facebookon is ott vagyunk. Az új mezőgazdasági magazint az ATV Spirit csatornáján szombaton és vasárnap reggel már 6 órától láthatják. A régi csatornán szombaton és vasárnap reggel is 6 óra 35 perckor jelentkezünk. Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!